Napközben már ki is hallgatták a rendőrgyilkossággal gyanúsított férfit, aki nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az ügyet külön nyomozó csoport vizsgálja a központi nyomozó főügyészségen. Kora délután főváros szerte megszólaltak a szirénák és fekete zászlókat helyeztek ki a meggyilkolt rendőr emlékére. A 29 évesen elhunyt Baumann Pétert hősi halottá nyilvánították. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak. Egyszerre szóltak a szirénák pénteken délután 1 órakor a közlekedésrendészeti főosztály épülete előtt. Az egyenruhások percekig néma csendben tisztelegve álltak a szolgálati járműveik mellett, így emlékeztek elhunytársukra. Ez már a 11. kerületi rendőrkapitányság. A teljes őrs díszegyenruhában vonult ki az épület elé, délután itt is szirénázással emlékeztek Baumann Péterre. Pénteken az ország valamennyi rendőrségi épületére kitették a fekete zászlót, és a gépjárművekre is gyászszalagot tűztek ki. Délután 5 órakor pedig gyertyagyújtással emlékeztek a 29 éves korában szolgálatteljesítés közben meggyilkolt rendőrre. Baumann Péter 9,5 éve szerelt fel a 11. kerületben, ahol mostanáig szolgált. Járőrként kezdte pályafutását, az elmúlt időszakban pedig már körzeti megbízottként dolgozott. Mind a munkatársai, mind a parancsnokai egy nagyon jó emberként szeretettel voltak iránta, és a szakmaisága is kimagasló volt. A legutóbbi 2021-es teljesítményét kiválóra értékelték parancsnokai. A belügyminiszter hősi halottá nyilvánította, és soron kívül rendőrfőhadnaggyá nevezte ki pénteken Baumann Pétert. Pintér Sándor délelőtt a gyilkosság helyszínén is szemlét tartott, ezután pedig a rendészeti államtitkárral, az országos rendőrfőkapitánnyal és a budapesti rendőrfőkapitánnyal közösen meglátogatták a kórházban lévő 2 rendőrt. A nyomozásban résztvevő főügyész szerint mindhárom rendőr hősiesen teljesítette munkáját, a saját életük kockáztatásával ártatlan civil emberek életét is megmenthették. Amit én a helyszínen megállapítottam, és nem szeretnék előre sietni, de valószínűleg, hogy akár civil emberek életét is megmenthették ezek a rendőrök azzal, hogy áldozatosan és még sebesülten is intézkedtek. Együttérzésünket fejezzük ki a meggyilkolt rendőr családja és családtagjai felé. Gondoskodni fogunk róluk természetesen. Orbán Viktor azzal kezdte pénteki rádió interjúját, hogy együttérzéséről biztosította az elhunyt rendőr hozzátartozóit. Hozzátette, veszélyes szolgálat a rendőr munka, ezért is kell megbecsülnünk a rendőreinket, el kell őket ismerni és védeni is kell őket. A miniszterelnök kiemelte, Magyarországon nagyon ritkán történik hasonló eset, ami azt bizonyítja, hogy a rendőreink jól végzik a munkájukat. Ez olyasmi, amihez nem vagyunk hozzászokva, ezért megráz és meg is rendít bennünket. Ez azt jelenti, hogy a rendőreink jól végzik a munkájukat. Hogy Magyarországon egy ilyen esetnél nem a vállunkat rándítjuk meg, nem azt mondjuk, hogy tegnap is hallottunk ilyet, meg ilyen szokott lenni, meg egyes városrészekben, mint számos nyugat-európai országban, ez szinte napi gyakorlat, hanem azt mondjuk, hogy úristen, mi történt. Ez azt arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk azért biztonságos, épp egy bűncselekmény emlékeztet bennünket arra, hogy az életünk valójában biztonságos, ez nagy érték, meg kell becsülni. A tragédia körülményeit a központi nyomozó főügyészségen egy külön nyomozó csoport vizsgálja. A késelőtt pénteken délelőtt kihallgatták, azonban nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás közlése ellen.